Októberben tovább drágul a kenyér, ugyanis a lisztár emelkedése még nem állt meg, mondta televíziónknak Lacik Dénesné ügyvezető. Szeptember 16-ától ismét emelték a lisztnek az árát, tehát ez most már folyamatos, bár most kaptunk egy ilyen ígéretet, hogy lehet, hogy ebben az évben már kibírják, és az energia az, ami legjobban terhel bennünket, és ami a legborzasztóbb, hogy teljesen sötétbe tapogatózunk, mert még mindig nem tudjuk, hogy mennyi lesz az annyi, mert van ugyan szerződésünk, és mindenféle adat van rajta, csak konkrétan nincs leírva az, hogy ennyi forint per köbméter. A szállodák azok, akik még ha van vendég, akkor ugyanúgy rendelnek, mert nyilvánvaló, hogy a színvonalból nem adnak lejjebb. Boltosoknál van az, hogy megpróbálják keresni azt, hogy ki a legolcsóbb, hol kapnának esetleg olcsóbban, mert hogy pékségek között azért nincs meg az a nagy összetartás, hogy egyszer emeljünk és mindenki emeljen, bár mindenkit terhelnek ezek a költségek, de van, aki kivár és így próbálja túlélni. A lisztára háromszorosára nőtt. Nagyon nagy mértékben nőttek az energiaárak, a bérek és a logisztikai költségek is. Ráadásul információik szerint a lisztárának emelkedése még nem állt meg, ugyanis októberben is emelést terveznek a malomipari vállalatok. A helyiek továbbra is a minőségi, helyben készült pékárút részesítik előnyben.